Mikulás ünnepségeket rendezett a Szőnyért Molaért tanácsadó testület december 6-án. Szőnyben a Hősök terére, a Molajban a Központi Parkba érkezett a Mikulás. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek olyan közösségi rendezvények, ahol össze tudunk jönni beszélgetni. Ez nagyon fontos, ez régen is nagyon fontos volt, és úgy érzem, hogy igény van rá, most is nagyon fontos. A közterületeken ezt a Mikulás rendezvényt Molajba vagy Szőnybe, ezt 2019-ben indítottuk el, sajnos 2020-ban közbeszólt a Covid, akkor viszont kitaláltuk azt, hogy a Szőnyi és a Molai játszótéren, az Erkel Ferenc játszótéren és a Molai játszótéren, ahol jelenleg is kint vagyunk, szaloncukrokat helyeztünk el a gyerekeknek, és így próbáltunk megemlékezni a Mikulásról, így próbáltuk megünnepelni a Mikulást, és nagyon jó visszajelzések érkeztek akkor is. Viszont most ugye szerencsére olyan vírushelyzet van, hogy meg tudtuk szervezni a Mikulás rendezvényt, hát megragadtuk az alkalmat, és megszerveztük Szőnybe is, Molajba is. Ezekért a rendezvényekért, a rendezvények szervezéséért szeretnék köszönetet mondani a Szőnyért Molai Tanácsadó Testületnek, a Kemence Egyesületnek, és mindazoknak, akik kijöttek ide és segítettek ezen a rendezvényen, hogy tényleg ilyen színvonalasan és szépen meg tudjuk ezt szervezni. A gyerekek játékok közül válogathattak, szaloncukorért cserébe pedig énekeltek és verset mondtak a Mikulásnak. Ki jár kint a télben, a hideg éjszakában? Kinek van most dolga a havas világban? Alszik már a föld népe, még a szél is hallgat, óriás csizmában a Mikulás ballag. Egyszer minden évben ablak és szívtárva, és az ébredőket bő ajándék várja. A Molaj városrészben szeretett vendégséggel készültek a szervezők. Gesztenyét sütöttek, forralt borral és teával kínálták a rendezvényre érkezőket.